ami vagyok és mind, ami az enyém. A tisztelgés a helyi temetőben kezdődött Bódi Mária Magdolna sírjánál, ahol Erdő Péter bíboros, Márfi Gyula veszprémi érsek és Seregély István egri érsek vezetésével az egybegyűltek imádsággal fordultak az Úrhoz a vértanulány boldog avatásáért. Ezután a megemlékező zarándokok imádkozva vonultak a főpásztorokkal és az egyházmegye papságának kíséretével a vértanúság helyszínére, az általános iskola udvarára. Itt felolvasták a papkeszi iskola diákjának, Loridán Kittinek novelláját, amit a Szaléziánum által meghirdetett Bódi Magdi, ahogy én látom, című pályázatára írt. A vértanú emlékművét megkoszorúzták az egyházi és települési előjárók és a Bódi család tagjai. Majd ünnepi szentmisére került sor. A vértanulány hitben és krisztusi szeretetben élt. Élete és halála az életszentség példája, amely Isten segítségével mindenki számára elérhető, fogalmazott dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek. Szentbeszédében emlékeztetett Bódi Mária Magdolna tanúságtévő életére, buzgó szeretet szolgálatára. Azzal a lelkülettel halt meg, ami egész életét jellemezte. Uram, királyom, védj magadhoz, ez volt az utolsó fohásza. Élete, küzdelmei, vértanúsága példa a mai élő emberek számára. Mindenek előtt azt, hogy Bódi Magdi hívő ember volt, és a hitének a fényében meglátta a mindennapi életnek az értékét. Tehát a munkában, a többiekhez való viszonyban, a betegeknek, a rászorulóknak a segítésében, a sebesültek ápolásában olyan szociális munkát is végzett a három műszakos gyári munkája mellett, ami nem lett volna kötelező, ami a szeretetét mutatta. Később pedig, amikor úgy hozta a sors, hogy az életét kellett feláldoznia, ebben sem habozott. Tehát nekünk nagyon fontos nyitott szemmel járni a mi saját mindennapi életünkbe, hogy észrevegyük, hogy miben tehetünk jót, mi az Isten akarata. És azt éppen olyan habozás és köntörfalazás nélkül tegyük meg, ahogyan Bódi Magdi annak idején megtette azt, amiről fölismerte, hogy ez a jó és ez az igaz út. Az idei 70. éves megemlékezés Litér és a térség egyház közösségeinek ünnepe is. Nem csak Litér, hanem már azok a települések, és ahogyan hallhattuk bíboros urat is, hogy ahogy beszélt Magdiról, tehát ez az egész magyarságnak, a kereszténységnek az ügye az, hogy ilyen példaképek legyenek állítva az emberek elé. Bódi Magdi unoka húga felidézte a szentmisét követően Szent Márki Markója László, néhai kislődi plébános, Máma pusztán című, a vértanulányra emlékező versét. A család ma is élénken őrzi a lány emlékét. Az én édesanyám egész pici korunktól nagyon sokat beszélt nekünk a Magdiról, azokban az időkben, amikor még nem nagyon lehetett nyíltan beszélni róla, és nekünk nagyon sokat jelentett. Tehát mi tudtuk, hogy hozzá bármikor imádkozhatunk, fordulhatunk, ha bármi gondunk, bajunk van, és ez így maradt a mai napig. Az ünnepi szentmisén közreműködött az Almádi Szent Ignác kórus, a Főegyházmegyei Ifjúsági Kórus és Pitti Katalin énekművész. Az évfordulóhoz kapcsolódóan Juhász Gábor atya vezetésével kerékpáros zarándoklat is zajlott. A biciklisek Bódi Mária szülőfalujától, Szigligettől végigjárták életének legfontosabb szintereit érintve Badacsony-Tördemicet és Köveskált, egészen a Litéri iskola udvarig, vértanúságának helyszínéig. A zarándoklat során Balatonfűzfőn, a gyártelepen a munkáslány emléktábláját megáldotta Márfi Gyula érsek az emléknap előtti délutánon, helybéli emlékezők és a gyár képviselői előtt.